Állampolgársági eskü Terézvárosban. Átadták a Terézváros szociális segítője díjat. Újabb fejlemény a kiégett Köröndi házügyében. Márton nap a Terézvárosi Oktatási Intézményekben. Kiállítás megnyitó az 5-ös 10-ben. 90 éves lett Benyik Béla bácsi. Bubik István színművészre emlékeztek az 5-ös 10-ben. Köszöntöm Önöket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják itt a 6-os csatornán. Ezúttal 11-en tettek magyar állampolgársági esküt Hassai Zsófia, Terézváros polgármestere előtt. Az egyszerűsített honosítási eljárás keretében azok a külföldön élő határon túli magyarok is benyújthatják kérelmüket, akik magyar nemzetiségüket okirattal bizonyítani vagy valószínűsíteni tudják, vagy akik a régi Magyarország területén születtek, és magyar állampolgárságukat a trianoni diktátum vagy a II. Bécsi egyezmény következményeként elvesztették. A kérelmet lakóhelytől függetlenül 2200 magyar anyakönyvi hivatalban, több mint 90 külképviseleten, valamint a bevándorlási és állampolgársági hivatal megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálati irodáiban, és 2011 márciusától a kormány ablakoknál is be lehet adni. A honosítási okmányok átadása után a Terézvárosi Önkormányzat nevében Hassai Zsófia gratulált az immáron magyar állampolgároknak. Ünnepélyes pillanatokon vagyunk túl, állampolgársági esküt tetszett tenni. Honnan az út Magyarországig? Újvidékről. Újvidékről érkeztem, a gyerekeim itt élnek már idestova 25 éve, és én ott egyedül maradtam. Minden út Pestre vezet a számomra, és ez most, hála a Teremtőnek, megvalósult. Végtelenül tudok még mindig örülni az ilyen sikereimnek, mert ugye a vajdasági mentalitás, most nem lenne szép olyasmit mondanom, ugye önmagamat mutatnám be, hogy kicsit majd ráírunk arra még típusú emberek vagyunk, és ezért történt az, hogy öregségemre végre sikerült a vágyam, beteljesült a vágyam, és annyira elérzékenyültem, hogy a hangom is kezdem elveszíteni. Érezze magát jól nálunk, és sok sikert kívánunk a hosszú útra. Nagyon szépen köszönöm, és ha valaki tud örülni egy ilyen eredménynek, hát valóban a számomra már más nem is létezik, csak hogy az enyémeim már együtt élhessek tovább. Az ünnepélyes pillanatok után az a kérdés, hogy miért éppen Magyarország? Először hadd mutatkozom meg magam, Rokkarán vagyok, Nepálból származom. 1994-ben jöttem Magyarországra először tanulni. Itt végeztem az orvosi egyetemet, és 2004 óta orvosként dolgozom itt Magyarországon. Régóta az volt a vágyam, hogy magyar állampolgár lehessek, és eljött az a nap, mai nap megkaptam az állampolgárságot, nagyon boldog vagyok. Hát ezt szavakban nem tudom kifejezni, de nagyon-nagyon
hálás vagyok és boldog vagyok, hogy magyar állampolgár lettem mai nap. A Országgyűlés tavaly decemberben döntött arról, hogy november 12-ét a szociális munkanapját munkaszüneti nappá nyilvánítja. Ekkor ráirányítják a figyelmet azokra a szakemberekre, akik az esztendő mindennapján segítik, gondozzák segítségre szoruló honfitársainkat. A kormány minden eszközzel igyekszik elismerni azt a munkát, amelyet a szociális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgálatokban dolgozó munkatársak felkészülten, elkötelezetten és magas szakmai színvonalon végeznek. Ez alkalommal Jakab Ferencné, a Terézvárosi Egyesített Bölcsődék dolgozója vehette át a Terézváros szociális segítője emlékérmet kimagasló szakmai munkájáért az 5-ös 10 közösségi és kulturális színtérben. Bővebben az eseményről a november 20-ai adásban láthattak összefoglalót, amikor is az önkormányzati percekben vendégünk lesz a kitüntetett. A 2014. július 15-én kiégett Kodály-Köröndi házban a társasház 91 albetétjéből az önkormányzat 9 albetét tulajdonjogával rendelkezik, amely 11%-nyi eszmei tulajdoni hányadot képvisel, melyet a Terézvárosi Képviselőtestület legutóbbi ülésén hozott határozatnak megfelelően kétfordulós nyílt pályázat útján a szakértői értékbecslés alapján 273 millió forint kikiáltási áron eladásra kínál. A döntést a társasházi közgyűléseken többfordulós, hosszas egyeztetés előzte meg, amikor is egyértelművé vált, hogy a ház tulajdonosai az épület rekonstrukcióját önerőből nem tudják elvégeztetni. Mivel a biztosítóval folytatott per még éveken át elhúzódhat, ezért a ház belátható időn belüli rendbehozatalához az egyetlen esélyük, ha egy olyan tőkeerős befektetőt találnak, aki a társasházi tulajdonközösség által biztosított ingatlanfejlesztési lehetőség fejében megépíti a tetőt és elvégzi a szükséges felújítási munkákat. A kiégett lakásainak és a földszinten és a pincékben található ingatlanjainak értékesítésével az önkormányzat nem tesz mást, mint a társasházi közösség javát szolgálva lehetővé teszi a terv megvalósíthatóságát. Ugyanis a leendő befektetőnek csak abban az esetben éri meg, hogy felújítsa a házat, ha ehhez megfelelő nagyságú tulajdoni hányadot szerez. Az előzményeket illetően fontos felidézni, hogy a tragédia után Terézváros önkormányzata késlekedés nélkül azonnal a házban élők segítségére sietett. A későbbiekben több mint 260 millió forintot költött az életveszély elhárítására, majd az otthonukat elhagyni kényszerülők lakhatási költségeihez 44 millió forintos támogatással járult hozzá. Az önkormányzat a lakók megsegítése mellett arra törekszik, hogy a műemléki épület a felújítás után újra olyan állapotba kerüljön, amely méltó patinás múltjához és a város szívében fekvő világörökségi területhez. Márton nap a néphagyomány szerint az éves gazdasági munkák lezárásának ideje is. Egyben a téli pihenés időszaka a természet számára. Ekkor vágták le, abban az évben először a hízott libákat, és az újbort is ekkor kóstolták meg először. A Márton nap a 40 napos karácsonyi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jó ízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. Ráadásul ilyenkor fizették ki az éves bérleteket, járandóságokat. Ehhez járulnak hozzá az országszerte megrendezett mártonnapi vigasságok és mulatságok. A német nyelvterületekről ismert lámpás, fáklyás felvonulás, Martinsumzug,
szintén Szent Márton emlékét hivatott őrizni, és a jó cselekedeteket jelképező fényt kívánja eljuttatni mindenkihez. Az ilyen felvonulások egyre elterjedtebbek hazánkban is, leginkább a gyerekek, kisgyerekes családok vesznek benne részt. Így volt ez a 6. kerület oktatási intézményeiben, például a terézvárosi 2 tannyelvű általános iskolában is, ahol a Mártonnapi ünnepségen árnyjátékoztak, majd lóháton vezetve felvonultak a környező utcákban lámpásokkal énekelve. Csendes történetek címmel látható Újfalusi Éva kiállítása az 5-10 közösségi és kulturális szintérben, amely a 2008-2017-ig tartó időszakot öleli fel művészetében. Az eseményt Lányi András író, filozófus nyitotta meg. Hastánc produkcióval közreműködött Bodonyi Nikolett. A kiállítás díjtalanul tekinthető meg december 19-ig minden nap a pincében felújított galériában, valamint a kamaraterem előterében. A mai Terézvárosi Magazin vendége lesz Újfalusi Éva festőművész. Újfalusi Éva Kecskeméten született 1982-ben. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2009-ben szerezte diplomáját. Festészetében eleinte önarcképpel foglalkozott, ahol az expresszivitás, az érzelmi töltet volt meghatározó a képeken. Majd az önarcképekből a tükör motívumával dolgozott tovább, amely azóta is visszavisszatér alkotásain. A festészet mellett néhány éve művészetterápiát tanul, és a szimbólumok, archetípusok és az analógiás gondolkodás foglalkoztatja a képi kifejezésben is. Műveinél az álomszerűség visszatérő motívum. Történetek bontakoznak ki, de a valóság az irracionalitással is társul. Újfalusi Éva festőművész csendes történetek kiállítását láthatják itt a 5-10 pincéjében. Mik ihletik a képeidet? Hát a képeimet, főleg a saját életem, mások élete, hangulatok, képek, nem tudom, álmok, mindenféle ilyen belső mozgások főleg. Egy pár mondatot, ha mondanál magadról, hogy honnan is jött a festészet? Hát gyerekkorom óta rajzolok, de hát ezt sok gyerek szoktam csinálni. Képzőre vettek fel még jó rég, és 2009-ben végeztem ott, és azóta végig is foglalkozom festészettel, és utána kezdtem a művészetterápiát tanulni, ami tök sokat segít magában a saját dolgaimban, a saját festészetemnek a továbbvitelébe is. Tehát, hogy elég régóta, de mindig megakadok velük, tehát mindig szeretnék újabb-újabb dolgokat bennük megmutatni, ami nekem is új, meg kihívás. A riport előtt beszélgettünk, talán nem árulok el kulisszatitkot, hogy mindig úgy érzed, hogy a képeid nincsenek soha kész, tehát vannak olyan képeid, amelyet újra festesz, illetve átfestesz. Igen, ez így szokott lenni. Valami foglalkoztat még bennem, mert azt érzem, hogy még nincs kész. Itt is van a kiáltás anyagai között olyan kép, ami teljesen átalakult, egy szinte átalakult, egy-két motívumot megtartottam benne, de egyébként így nagyon-nagyon át tud alakulni. Van olyan képem is, amit viszont egy régebbi képnek egy fázisának a motívumát használom fel újra. Tehát, hogy nagyon sok ilyen mozgásuk van a képeknek egymás között is. Miért adtad a Csendes Történetek címet a kiállításodnak?
Hát igazából azért, mert mostanában nagyon foglalkoztatnak, hogy történeteket dolgozzak fel, és azért csendes, mert hogy ezek ilyen nagyon belső, nagyon finom történetek, tehát nem ordítanak, meg néha nagyon nehezen lehet megfejteni őket, mi magam számára is, de hogy valószínűleg a néző is folyik a történet, meg a képek, meg a szimbolika mentén mindenféle irányokba, és igazából ilyen nem egy, tehát ilyen nagyon finom dolgokat próbáltam most kifejezni, és ezért lett végül is ez a címe. Most egy kicsit azért tegyük rendbe a kedves nézőknek, hiszen most itt vagyunk a pincében, és azt mondod, hogy a harmadik emeleten, tehát két részletben. Igen, két részletben. Kicsit más a felső szint, mert ott azért mások a fényviszonyok, meg más a tér, meg egyszerűen más képek kerültek ki. Valamennyire szerettem volna hangolni, hogy ebbe a terembe mások láthatóak, egy picit más téma, és a felsőbe is, de hogy két. Tehát az egész egy anyag végül is. Viszont 2008-tól 2017-ig van a dátumozása, úgymond, tehát elég nagy anyagot ölel fel a mostani. Mire készülsz mostanában? Hát festészetileg most egy picit így megállok, és körbenézek, hogy mik voltak. Egyéb iránt meg éppen egy csoportot viszek, úgyhogy ez köti le az időmet, művészetterápiás csoportot. A 90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Benyik Béla Gézát Simonfi Márta, a Terézvárosi Önkormányzat humán területért felelős alpolgármestere, aki a jeles évfordulón az ajándékok mellett átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, valamint Hassai Zsófia Terézváros polgármesterének oklevelét. Benyik Béla szavai szerint kalandos és csodálatos életet élhetett. Feleségével 18 országot járt be. Az utazáson kívül imádott foglalatossága volt a barkácsolás, és, mint kiderült, másik nagy szerelme a fotózás. Eszenvedélyét 70 ezer dia és 1900 képekkel teli filmtekercs őrzi. Béla bácsi mindennek megadja a módját, és egy-egy hétköznapokból kizökkentő eseményre 90 esztendősen is ünneplőbe öltözteti szívét. Vitalitását, derűjét, a szépség iránti fogékonyságát fiatal emberek is megirigyelhetnék. Búcsúzáskor az alpolgármester lelkére kötötte, hogy a Hunyadi téren és az Ötvös tízben, a szabadtéri helyszíneken a Terézvárosi Önkormányzat folytassa áldásos kultúrmisszióját, mert nem csak neki, de sokaknak szereznek vele örömöt. Bubik István színművészre emlékeztek egykori pályatársai, barátai az Ötvös Tíz közösségi és kulturális színtérben, ahol az archívum segítségével megidézték munkásságát. Az Örökre Szépek sorozat november 7-i összejövetelén az est állandó házigazdája Szebényi Ágnes színház történész volt, aki a művész pályatársaival, Kubik Annával, Ráckevei Annával és Funtek Frigyessel beszélgetett. A következő alkalommal, december 5-én Kalocsai Miklósra emlékeznek. Valahol a fényeken túl, ami szép volt, elmúlt, újra vár valahol az árnyakon túl, újra befogad egy távoli táj, ahol ő, aki elment már, ott kézen fog majd újra, odaérsz, hol eleven a múlt, mikor
amikor elindulsz a végtelen útra, s az elveszett játékok életre kelnek, és körbe kigyúlnak a fények. Ó, régen várnak ránk az örökre szépe. Bubik István 1958. május 19-én született. Többek között tagja volt a Nemzeti Színháznak, a Művész Színháznak és a Thália Színháznak is. 2000-től az Új Színház tagjaként dolgozott. A művészt 1985-ben Jászai Mari, Rajz János és Farkas Ratko díjjal tüntették ki, valamint elnyerte az Országos Színházi Találkozó legjobb férfi alakítás díját. 1988-ban a Magyar Művészetért díjjal, 2000-ben érdemes művész kitüntetéssel ismerték el művészi teljesítményét. A magyar és a világirodalom legismertebb hős szerepeit játszotta, valamint rock operák főszerepeit énekelte. Emellett több filmben és tévéjátékban is szerepelt. A Színész zenekar dobosa volt, és a Színész válogatott tagjaként kosárlabdázott, focizott és öttusázott. Nagyon nehéz egy ilyen este után megszólalni, annál is inkább, mert én is személyesen érintett vagyok ebben a témában. Hogy jött az ötlet, hogy azokra a művészekre emlékezzetek, akik ugye fiatalon hagytak itt minket? Az Ötvös Tízben már körülbelül negyedik éve járok havi rendszerességgel nagy színész elődökről vetíteni. És egyszer a szervező lányokkal beszéltünk arról, hogy milyen jó lenne élő színészeket hívni, akik mesélnek egykori kortársakról, és itt egy személyes élményemet elmondhatom, hogy én imádásig szerettem Balkai Gézát. És ő is az az eléggé elhallgatott színész élet már, ugye aki meghal, az már nem létezik, és vele kapcsolatban gondoltam először arra, hogy meg kéne idézni, hogy fel kéne idézni az emlékeket róla, el kéne hívni egykori osztálytársakat, hisz mindenki él még jó esetben, aki az ő generációját meghatározta. És így indult tavaly májusban, pontosabban idén májusban, ez a sorozat Örökre szépek címmel, pontosan azt a célt kitűzve, hogy olyan nagy színész egyéniségeknek állítsunk emléket, akikben még rengeteg erő, tehetség és mondani való volt, csak a sors úgy hozta, hogy ne tudjanak kiteljesedni, illetve megmutatni azt, hogy a torzóban maradt életművek is kiteljesedett életutakat jelölnek, és így indult ez immár a mai Bubik Istvánnal a negyedik program volt, és folytatjuk a sorozatot. Kik voltak eddig, akiket megidéztetek? Szakácsi Sándor volt májusban, aztán Balkai Géza, illetve Selmeci Roland, és most Bubik István, és december 5-én az évet Karocsai Miklós emlékének szenteljük, és vele zárjuk. Én azt néztem itt a közönség soraiban, hogy voltak fiatalok, voltak idősek, természetesen pályatársak, kollégák, és hát itt voltak hozzátartozók is. Hát pontosan a fiatalok miatt örvend a szívem, mert ez a célunk. Az, hogy az idős generáció jön, az nagy tiszteletet parancsol, de ők azok, akik azért jönnek, mert nosztalgiáznak, és a fiatalkorukat idézzük meg. Az, hogy a fiatalok jönnek, az pont azt jelenti, hogy a mai fiatalságnak is számítanak ezek a nagy színész elődök, egy-egy generációval idősebbek, mint ők, vagy esetleg pályatársak, és ezzel szerintem egy új réteget tudunk a színház felé nyitni, és megmutatni, hogy igen, a színész az lehet egy példakép, mint ahogy mára ugye sajnos az egész színész társadalom eléggé devalválódott az emberek szemébe, nem a színészek hibájából. Bubik Pistára emlékeztünk itt az Ötös Tízben. Milyen emlékeid vannak? Hogy érezted magad ezen a mai estén? Furcsa dolog emlékezni. Igazából nem szeretem a szót, mert ő bennem él. Ő nem ment el belőlem sehova, tehát emlékeket lehet felhozni, emlékeket lehet felkavarni, de emlékezni nem szoktam, mert én velem van. Azért, hogyha egy történetet kéne mondani, az melyik lenne? Az tudom, hogy nagyon nehéz, hiszen együtt játszottatok, barátok voltatok. Nagyon nehéz történetet mondani, mert sok történt köztünk. Abban az időben az István azt mondta, hogy többet élünk együtt, mint a saját feleségeinkkel. Éjjel-nappal színpadon és azon kívül is együtt voltunk. Nagyon nehéz történetet választani a kettőnk közös életéből. De talán, ha nem is történetet, de az egyik legfontosabb pont
a közös létünkben az volt, hogy amikor a Rómeót játszottuk, és egymást téptük utána, előadás után, hogy ki hogy játszott, és azt mondta, hogy na de hát ez a generáció tőlünk fogja megtanulni, hogy hogy kell szenvedélyesen szeretni, akkor nem lehet így beszélni a színpadon. Emlékező szép estén vagyunk túl itt az 5-10-ben. Mik jutottak az eszedbe, miközben emlékeztetek Istvánra? Hát amik nem hangzottak el, pont amit ketten csináltunk együtt, hülyéskedések, nyaralások és különböző éjszakai történések, úgyhogy ezeket itt most nem mondták el a többiek, a kollégák, de hát mi jó testvérek voltunk, és hát sokat sportoltunk együtt, hülyéskedtünk, úgyhogy ilyen szempontból ez teljesen más este volt, amire én is szoktam emlékezni. Nagyon nehéz kiragadni egy történetet, de mi az, amire úgy nagyon benned volt, és nagyon-nagyon-nagyon szívesen emlékezel vissza rá? Színész kosármeccs volt, ugye én is játszottam a színész csapatban, mint vendég, mert ugye kevés színész tudott kosarazni, és ott egy uli-buli kis meccs volt, azt hiszem, újságírók ellen, és azt hiszem, az utolsó pontot kellett volna nekem dobnom, és nem dobtam be. És utána olyan leszúrást kaptam, hogy őrületes, hogy ezáltal a színészeket így megaláztam, idézőjelben mondta persze, de a nyerési kényszer ugye az benne volt, és hát emiatt ugye volt a végén kis leszúrás, de hát azért nem volt olyan nagyon-nagyon vészes. Hamarosan készülünk a 60. születésnapjára, mint ahogy itt el is hangzódott. Ti hogy készültök erre lélekben? Mi nem készülünk, mert ő még csak 59. Ő is az hiú ember volt, ez a hatos, egy 60-as szám, vagy egy 6-ossal kezdődő szám, vagy a férfi életében, nem tudom, hogy milyen, de akkor szerintem az 50 még semmi, 6-os az már igen, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz. Családi belül lesz valami, gondolom, valami kisebb kocintás. A többiek, hogy mit szerveznek, és hogy miben kell ma részt venni, az majd jövőre eldől, május 19-én. Egy földön túli világ, másik békés Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Terézváros elnökségi eseményeinek összefoglalóját látták itt a Hatos csatornán. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. Legközelebb egy hét múlva ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra!